Üdvözlöm Önöket, ez a Szerencse Híradó. Ma Budán fogunk játszani, előtte azonban ellátogatunk egy pszichológushoz, akivel többek között arról beszélgetünk, hogy egy ember életét mennyire változtathatja meg egy hirtelen jött hatalmas nyeremény. Társam a Szerencsejáték ZRT-től, Tóth Zsuzsanna. Jó napot kívánok! Szerencsés hétvégén vagyunk túl. Gazdára talált ugyanis az ötös lottó főnyereménye. A szerencsés játékos több mint 3 milliárd forinttal lett gazdagabb. A hatos lottón pedig 3 teli találat is született. A több mint 3 milliárd forintot ezen a héten, és igen, van teli találat, van ötös! 3 milliárd 85 millió 29 290 forint! Gratulálunk a nyertesnek vagy a nyerteseknek! Az ötös lottón egy darab teli találat született. A nyertes 3 milliárd 87 millió 29 290 forintot vihet haza. A hatos lottón a három darab teli találatos nyereménye 134 millió 771 290 forint. A skandináv lottón az egy darab teli találatos 636 millió 689 530 forintot fizet. A luxorban egy darab teli találat született. A nyertes 8 millió 492 360 forintot visz haza. A totó 38. játékhét második fordulójában a 21 darab 12-es nyereménye 79.945 forint. Kevesen gondolnak rá, pedig egy nagy nyeremény komoly fejtörést okozhat. Realitás és tudatosság kell ahhoz, hogy az ember életét ne forgassa föl fenekestül. Erről kérdezzük Somogyi Katalin pszichológust. De előtte még utána járunk. Ki mit kezden egy nagyobb nyereménnyel? Én utaznék. Stúdióra. Na, milyen stúdió? Kreatív műhely, valami kreatív dologra. Betettem volna valami biztonságos befektetési alapba. Valószínűleg első körben beraktam volna bankba, aztán elgondolkodom rajta, hogy mit is csináljak. Eleve a változás, az, hogy megváltozik az embernek az élete, az egy nagy sok hatásként, akár traumaként is jelentkezhet az életében, mert egy csomó mindent máshogy kell szerveznie, máshogy kell a látásmódját át kell alakítani, és hát a személyiség nem tud olyan hirtelen megváltozni, nem tud olyan hirtelen alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz. Ez a hatalmas összeg, ez inkább egy nagyon nagy nyomás. Tehát inkább azt jelenti, hogy sokkal stresszesebb lesz az életétől, hiszen olyan döntéseket kell meghoznia, aminek nagyon nagy anyagi kockázata van. Új házat, új kocsit, új erdőt, új mezőt, új munkahelyet létesítettem volna a mezőmön, meg az erdőmben, stb. A szociális környezete hogyan reagál? Tehát ez is egy hihetetlen változás lesz a szociális környezetében, pont azért, mert mindenki más, hogy reagál erre, és nyilván presszionálva lesz, hogy esetleg a barátait kisegítse, nem fog tudni nemet mondani, nem tudja, hogy hol a határ, tehát hogy ebben is ilyen bizonytalanságok léphetnek fel, gyanakvóvá válhat például, tehát nem tudhatja, hogy kiben bízik, vagy kiben nem. Hát, nagyon sokat szétosztottam volna. Kiknek? Miknek? Miféle? Mifelé? Karitatív szervezetek. Biztos, hogy nagyon fontos, hogy valami jót tehet, valami célja lehet ennek a pénzösszegnek, olyan emberekhez jut, aki segíthet, és a segítés az biztos, hogy egy ilyen pozitív érzéssel töltheti el, hogy ennek van valami értelme. Én mindenképpen azt javasolnám, hogy várjon, tehát, hogy így egy-két hónapot biztos, hogy várnia kell, amíg lehiggad, amíg tud olyan józan döntéseket hozni, ami végülis hosszú távon neki majd megéri. Az érzelmi sok hatása mindenképpen túl kell lennie, fel kell dolgozni ezt a változást, ki kell alakítani új stratégiákat, hogy hogyan tud ebben élni. Nyilván a szorongást kell csökkenteni benne, a megnövekedett stressz szintet, és végül is azt is tanácsolnám, hogy forduljon egy pénzügyi szakemberhez, aki megfelelően kezeli ezt a pénzt, és alakítson ki egy megfelelő költségvetést, hogy mire mennyi pénzt szán. Nézzük ma, ki mellé szegődik a szerencse. Induljon a játék a sorsjegy csomagokért. Gyerünk! Hány pont van összesen egy dobókockán? 17, 21 vagy 23? 21. Igen.
Melyik medve nem medve az arábiak közül? A pápa szemes medve, a mosó medve, vagy az ajakos medve? Az egyes kérdés. Egyes, pápa. A pápa szemes? Hát, az sajnos medve. Az medve a javából. Mit neveznek a sivatag szobrászának? A szelet, a hőingadozást, vagy a homokot? A szelet. A szelet, ez a jó válasz. Gratulálok. Gratulálok én is a sorsi egy csomaghoz. Köszönöm szépen. Hány kívánság szerepel a mesékben? Egy, kettő vagy három? Hűha, ez nehéz. Három. Nem volt annyira nehéz. Megijedtem, hogy tényleg nem fogod tudni, de azért tudod. Munkán keresztül egzisztenciát teremteni és kivívni a társadalom megbecsülését. Erre nyílik lehetősége azoknak a fogyatékkal élőknek, akik a Szerencsejáték ZRT karitatív hálózatán belül aktívan részt vehetnek a munkában. A legkiemelkedőbb dolgozókat a társaság kitüntetéssel is jutalmazta. A Szerencsejáték ZRT-nek 180 emberre foglalkozik a karitatív sorsértékesítő házad a sorsegy értékesítéssel, ők csak megváltozott munkaképességű kollégáink, és ebből 30 fő nagyon-nagyon magas teljesítményt ér el már évek óta. A díjat azok fogják megkapni, akik az elmúlt másfél évben a legjobb teljesítményt érték el. Az az alkalom, hogy most meg tudjuk jutalmazni a kiemelkedően teljesítő árusainkat, egy elismerés, egy plusz elismerés nekik, ugyanúgy, ahogy egyébként a normál életben teljesítő munkatársainkat is megjutalmazzuk. Ráadásul a mai alkalommal, vagy a mostani alkalommal nem csak a jutalmazásra került sor, hanem összegyűjtöttük ezeknek az árusoknak a legjobb gyakorlatait is, amiből készül majd egy kiadvány a többiek számára, hogy hogyan lehet még jobban, még hasznosabban közreműködniük ebben a tevékenységben. Idén volt júniusban 10 éve, hogy a cégnél vagyok, és hát... Az állapotomtól függően sem ugrálhatok, ha használhatom ezt a szót. Sok lehetőségem nincsen, azt kellett megfogni, ami van. Én nagyon örülök és elégedett vagyok azzal a oda-vissza hozzáállással, amiben élek. Nagyon szeretem ezt a munkámat, mindig is szerettem emberekkel foglalkozni. Ez pont arról szól, hogy az emberekhez kedvesnek kell lenni. Nagyon sok barátot szereztem a cégnél, munkatársaimat is nagyon szeretem. Számomra nagyon sokat jelent ez a munka, mivel amikor a korábbi munkahelyem megszűnt, ez egy lehetőséget adott nekem, hogy újra emberekkel foglalkozzam, emberek között nagyon jól érzem magam, szeretek az emberekkel kommunikálni. Jó érzés, amikor ha nem vagyok ott, vagy bármi bajom történik, vagy szabadságra megyek, az emberek már hiányolnak, keresnek, hogy hol vagyok, és ez nagyon jó esőérzéssel tölt el, és szeretem a munkámat. Nem csak magát az elismeréseket kell átadni, hanem egyáltalán ezzel a problémával, hogy megváltozott munkaképességű embereknek munkalehetőséget biztosítsunk, kiemelt feladat lenne nem csak számunkra, hanem általában a vállalkozások számára Magyarországon. Mi ebben is példát szeretnénk mutatni. Társaságunk felvállalta, hogy indít egy ilyen programot, ahol segíti ezeket az egyébként nehéz helyzetben lévő embereket. Melyik nem női név? A Csoma, a Zsejke vagy a Lelle? Csoma. Csoma, Kőrösi Csoma Sándor. Remélem a sors egy csomaggal is hasonló szerencséd lesz. Melyik nem a ló hátára kerül? Az izzasztó, a kantár vagy a nyereg? Izzasztó. Biztos? Sajnos nem ez a jó válasz. Nem a kantár. Jó. Jó. Nem baj? Nem baj. Hány literes a gönci hordó? 50, 136 vagy 500? 50 literes. Ezt nem tudom sajnos elfogadni, mert nem ez a jó válasz. Kár. Melyik vár képe látható az 500 forintos bankjegyem? A győri, az esztergomi vagy a sárospataki? Sárospataki. Hát sokszor találkozott már, remélem, a sorsi egy csomagot, gratulálom. Köszönöm. Ezután is remélem így lesz. Köszönöm. Gratulálunk. Hány órakor kezdődik az M1-en a Szerencse Szombat című műsor? 18.30-kor, 19.30-kor vagy 20.30-kor? Igen. Szerintem az első válasz a jó. Igen, már hogy ráindultál, láttam, amikor kimondtam, hogy 18.30. Gratulálok, jó a válasz. Sok köszönöm. Szerencsét a sors egy csomaghoz. Köszönjük szépen. Legközelebb sportolni is fogunk, és utána járunk, mennyi szerencsére van szükségük a sportolóknak. A jövő héten ugyanebben az időben várjuk Önöket itt az M1-en. Viszontlátásra! A viszontlátásra!